Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket! A Csili Art műsorában képzőművészeket, fotoművészeket és különböző alkotóművészeket ismerhetnek meg. Mai világunkban rengeteg specialistával találkozunk. Megszokhatták már Önök, hogy ha elmegyünk egy henteshez, van olyan, aki csak csirkét árul. Ha elmegyünk egy orvoshoz, van olyan fülorgékész, aki most szinte majd, hogy nem olyan, hogy csak a jobb füllel foglalkozik. Rettenetesen ritka az, hogy valaki mindennel foglalkozik, magyarán egy reneszánsz ember. Mai adásunkban egy ilyen reneszánsz emberrel fognak megismerkedni, Pest Erzsébeti, és rengeteg mindennel foglalkozik. Hadd mutassam be Önöknek Fejes Tóth Gábort. Szervusz, Gábor! Jó napot kívánok! Szervusz, Imre! Köszönöm a meghívást! Gábor, elmondtam itt az előzetesben, hogy te egy reneszánsz ember vagy, és sok mindennel foglalkozik a mai vendégünk. Gábor, mivel foglalkozol tulajdonképpen? Mi ez a sok minden? Hát zavarba hozol, azért próbálok így szűkíteni, vagy konkretizálni, mert azért mindennel igyekszem nem, sőt, inkább egyre kevésebb dologgal, de az kétségtelen, hogy a képzőművészettel is, amiről most itt elvileg szó van, és mellette zenével is foglalkozom, utóbbival kezdem úgymond, zenében is foglalkozom klasszikus zenével, illetve modern zenében magyarul, tehát hogy pop, rock, progresszív rock vonal, több minden, és több hangszeren is játszom. És emellett a képzőművészetet jelen van az életemben, hivatásos szakmám szerint pedig énekzenet tanár vagyok. Tehát, hogy tanárként is működöm. Tulajdonképpen el is mondtál mindent, amit róla tudni lehet, úgyhogy ilyenkor szokták azt mondani, hogy köszönjük szépen a beszélgetést. De hát ilyen röviden azért nem fogod megúszni. Én úgy tudom, hogy te helytörténettel is foglalkoztál, politikával is foglalkoztál, de hát akkor vegyük végig sorra, hogy mi mindennel. Tehát azt mondtad először is, hogy te zenével is foglalkozol. Ha jól tudom, hogy neked van egy énektanári képzettséged is, tanítottál is, illetve hát úgy tudom, hogy vannak tanítványaid is, ha jól tudom. Igen, a hivatásos szakmám az énekzenetanár karvezető. Ebben a szakmában dolgoztam egyébként az elmúlt években. Uh-huh. Most nyáron hagytam abba. Többnyire, vagy inkább középiskolai évfolyamokat tanítottam, és valóban nagyon szerettem a tanítványaimat, és több tanítványom volt, aki például a zenekarom koncertjére is ellátogatott, például ide a Csili Alsóba jöttek sokan. Tehát, hogy ez a fő szakmám. Mellette valóban, ahogy mondod, lokálpatrióta Pest Erzsébetiként, ha mondhatom így, én foglalkoztam közélettel is valamennyit, dolgoztam az önkormányzatnál is egy időben. A festészetem is foglalkozik sokszor Pest Erzsébettel, tehát sok olyan képen van, amelyik különböző helyi, szerintem jellegzetes képeket, utcaképeket ábrázol, vagy a jelenkorból, vagy a múlt korából. Említetted, hogy vannak tanítványaid, azt is mondtad, hogy hangszereken is játszol. Az, hogy te hivatásos zenész is vagy, tehát csinálod is a szakmádat, ez jelent a tanítványaidnak valamilyen inspirációt? A nevükben én nem szeretnék nyilatkozni, ezt ők tudnák megmondani. Én úgy gondolom, hogy az egy pozitívum, hogyha valaki nem csak beszél a zenéről, hanem végzi is. Tehát én úgy gondolom, hogy hitelesebb is vagy. Én úgy vagy. Gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy én szimfonikus zenekari játékosként is tudok úgymond bemutatkozni előttük, vagy ha szó van egy adott témakörről, zeneszerzőről, és felvételeket mutatok nekik, akkor azt mondani, hogy figyeljetek, itt egy olyan felvételt láttok, ahol a tanár úr is játszik a szimfonikus zenekarban, és hogy igen, van arra a lehetőség, hogy ti is, ha megtanultok
adott hangszeren játszani, akkor be tudtok kerülni akár egy műkedvelő amatőr zenekarba is, és meg tudtok szólaltatni Liszt, Csajkovszki, Beethoven műveket, tehát hogy ez egy járható út, van rá lehetőség, érdemes időzőjében utánam csinálni. Milyen hangszerekkel játszol? Akkor vegyük sorra. Ha klasszikus zenéről van szó, akkor nagybőgős vagyok. Uh-huh. Mindig is nagybőgősként kezdted? Tehát egész nem. Kiskorodban? Nem. Az első hangszerem, amivel kezdtem, zongora volt. Uh-huh. Ide a Lajta László zenéskolába járattak a szüleim annak idején. Zongoráztam sokáig. És ez egy nagyon nagy előny egyébként, mert a zongora után más hangszereket megtanulni, és szerintem sokkal könnyebb és gyorsabban megy. Mikor 14 éves voltam, akkor kezdtem el basszusgitározni, mert a rockzene az nagyon vonzott, az nagyon megtetszett nekem, és akkor évekig basszgitároztam, és utána a basszusgitáról váltottam, ilyen 20-21 éves korom környékén, akkor jött a nagybőgő, az nagyon tetszett, illetve a Chapman Stick nevű hangszer, ami most már évek óta a fő hangszerem lett, tehát a basszusgitárt azt abba hagytam. De a nagybőgő és a basszusgitár között olyan nagy különbség nincsen, gondolom. Nincs. Én több olyan jazzzenészt is persze. ismerek, aki basszusgitározik és nagybőgőzik is. Igen, van átjárhatóság a két hangszer között. Én is így a basszgitár vonalából kikerültem. Például a Pege Aladár is játszott mind a két hangszeren. Így van, én is a basszgitár vonaláról váltottam a nagybőgőre, meg a stickre is. És úgy, hogy zongorán, billentyűs hangszeren is tanultam, így azért nagy előnyöm van, hogy sokkal könnyebb volt megtanulni egy 10-szoros érintő hangszert, ami egy... Hogy jött ez a stick? Ugye ezt kevesen ismerik a kedves nézők. Mesélj erre egy kicsit erről. Mi ez? Meg hogy jött ez egyáltalán? Ez úgy jött, hogy 2003-ban megismertem a King Crimson zenekart, és ott láttam, hogy egy Tony Levin nevű zenész, ezen a számomra akkor ismeretlen hangszeren játszik, és az olyan nagyon érdekes volt, meg olyan szokatlan újszerű, nekem nagyon megtetszett, és így eldöntöttem, hogy hát ilyen én szeretnék játszani, mert az annyira szimpatikus, meg érdekes volt, és aztán így valahogy megoldottam, hogy legyen nekem is ilyen hangszeren, elkezdtem tanulni rajta, nagyon nehéz volt, főleg azért, mert semmi más nem ismertem az országban, aki játszott volna jelen, és meg tudta volna mutatni, hogy ezt csináld, így csináld, úgy csináld, tehát magamnak kellett rájönni. Ez igazából a mai napig is így van, hogy autodidakta kell magamat fejleszteni, azóta 5 emberről tudok még Magyarországon, aki használja ezt a hangszert, de ezt a fajta játékmódot, amit én csinálok rajta, ezt ők sem használják szerintem, úgyhogy saját magam gyakorlok, fejlesztem, hogy... Szoktál rendszeresen lehet. Gyakorolni? Minden nap rendszeresen. Minden nap és minden hangszeren? Nem minden hangszeren, a stick a fő hangszeren most már évek óta, ezen fejlesztem magam, de sok évet tettem bele annak innen a basszusgitárba, sok évet tettem bele a nagybőgőbe és a szimfonikus zenekari gyakorlatba, a billentyűs hangszerekkel is foglalkoztam, tehát mindegyikben azért van évek munkája. Most már 4-5 éve elsősorban a sticket fejlesztem, és ezzel foglalkozom. Melyik zenekarokban játszol? Zenekarok, köszönöm a kérdést. Legutóbb, pont ezen a színpadon, a Level 6 nevű formációmmal játszottunk. Ez milyen? Ez könnyű zene? Igen, így van, ez egy King Crimson Tribute zenekar, tehát magyarul progresszív rockot játszunk. Tehát progresszív rock. Igen, igen, ők az egyik formációm. Akkor van még a Hetero Sapiens nevű együttes, akikkel szintén a Chili Alsóás nevű klubhelyiségben szoktunk rendszeresen játszani. A Hetero Sapienst hogy skatujáznád be? Elvileg soft rocknak számít, mint tehát zenei műfaj. Igen, ez a zenei műfaj, és velük saját számokat játszunk, tehát mind önálló szerzemények, amiket mi írunk meg és alakítunk ki. Ott is a sticken játszom, elektromos nagybőgön, billentyűs hangszerek, és még elvétve hébe-hóba van, hogy harmonikán vagy... És mondják, kedves nézőink, hogy nem reneszánsz ember, ugye? Hát ez így a zenén belül egy csomag. Is. Igen, vokalistaként ott szintén.
szoktam működni. Ha éneklésről van szó, akkor közel 20 éve vagyok tagja a Pest Erzsébeti Városi Vegyeskarnak, Pálfi Kriszta vezényletével, tehát hogy így a vokális klasszikus zenében is működöm. És hát láttalak én téged a Pest Erzsébeti Református kórusnak a tagjaként. Igen, a Takarom Mihály kórusában is énekeltem évekig. Illetve szimfonikus zenekarban is játszol. És akkor ami még ugye a sor végén hiányzik, így van a Műszaki Egyetem szimfonikus zenekar, ahol nagybőgös vagyok. Ez a Budapesti Műszaki Egyetem. Így van, így van, így van, a BME, mert a BME az nem csak mérnököket képez, hanem ott kulturális élet is zajlik, és többek között a BME-nek van egy idén most már 125 éves múltra visszatekintő szimfonikus zenekarra. Én 15 éve játszom a BME zenekarában, mint nagybőgős, erre nagyon büszke vagyok. Velük igazából a romantika repertoáriát játszok elsősorban. Nagyon sok élmény kötődik nekem hozzájuk, és például a BME zenekarával szoktunk Pest Erzsébeten játszani, majdnem minden évben a Erzsébet napok során van ilyen valamilyen egyházzenei oratórikus hangverseny, amit általában mi szoktunk kísérni, úgyhogy így is van kapcsolódás a két intézmény között, hogy úgy mondjam. Nagyon sokat beszéltünk most már a zenéről, igen, de a zene az megjelenik képzőművészeti alkotásaidon is, mert hogy te képzőművészettel is foglalkozol. Hogy jött ez? Gyerekkorod van már? Igen, igazából kisgyerekkorom óta folyamatosan jelen van az életemben a zene és a képzőművészet. Mindig valamelyik előtérbe volt jobban, aztán a másik került előtérbe, de egymás kiegészítve folyamatosan jelen voltak. És ebből is adódik nyilván, hogy én szerettem a zenét, a zenélést, a zenekari tagjaimat ábrázolni a festményeken. Tehát nyilván vannak olyan önarcképeim is, ami igen, például most itt mögötted is az egyik alkotáson festmény, de mégis a zene is megjelenik. Igen, ez mindig egy ilyen kísértés, hogy ez egy nagyon jó téma, hogy zenészeket ábrázolni, pláne hogyha szép hölgyek elegáns hangszerrel jelennek meg, ezért is hoztam például Násztyának az egyik portréját, tehát az, hogy hárfázó lány, ez olyan nagyon adja magát. Itt inkább az a kérdés, hogy milyen formát lehet ennek adni, ami még nem azt mondom, hogy teljesen új, de egyéni hangvételt mutat. Hogy kezdted el? Grafikákat rajzoltál, vagy egyszerű tollrajz, vagy rögtön belecsaptál a közepében, és rögtön festmények? Általános iskolás éveim alatt nagyon sokat rajzoltam, akkor igazából ez kötött le. Tehát az még grafika volt. Igen, akkor. Igen, sima ceruza rajzokat csináltam sokat, akkor az nagyon lekötött. Aztán középiskolás éveimben inkább zenével foglalkoztam, akkor a rockzenélés volt. Ami... Akkor háttérbe szorult a képzőművészet. Igen, és 20 éves voltam, amikor elkezdtem tényleg festeni. És akkor már egy évek óta volt bennem egy ilyen gondolat, hogy milyen jó lenne nyáron, amikor az ember jobban ráér, meg jó időm, akkor kiülni a teraszra, egy ilyen festőállványra kitenni egy lapot, és akkor úgy csak úgy hobbi kezdtelésből festeni. De ez évekig így csak egy gondolat maradt, aztán amikor 20 éves lettem, akkor vettem rá a fáradtságot, hogy összeeszkábáljak egy ilyen házi kis állványt, azt kitettem a teraszra tényleg, és akkor földobtam két képet aznap, egyet nappal, egyet éjszaka, valamilyen furcsa módon, és akkor ez így valahogy megmaradt, hogy akkor már van az állvány, hogy van, meg voltak a zsima vízfestékek még az iskolás koromból, hogy akkor ezeket így használjam. És akkor eltett fél év, született több kép, aztán így valahogy úgy gondoltam, hogy ezt úgy érdemes volna megtartani, hogy ez nem csak egy nyári hobbi, hanem hogy így vannak is saját ötleteim, amit úgy talán érdemes volna megfesteni. Aztán így kisméret, nagyobb méret, még nagyobb formátum, temperafesték. Valaki mondta, hogy miért nem próbál meg az olajfestéket, és akkor fél év múlva vettem egy... Tehát kis... temperával kezdted a festést. Vízfesték, tempera. Aztán így a belvárosban jártam, és egy művészállatóba betértem, vettem egy pár darabos ilyen alap olajfestékkészletet. Aha, jött vettem... az olaj. Igen, vettem hozzá egy vásznat, próbáljuk meg, hogy ebből mi lesz. És nyilván az első kép az még olyan kezdetleges volt,
akkor azt is gyakorolni kellett. Ez milyen váltást jelentett egyébként az olajfestés a korábbiakhoz képest? Ugye egy olajnál várni kell, amíg megszáradnak a színek. Persze, a technikában ez egy olyan szokatlan volt dolog türelmet volt. Türelmet hozzá? Volt, igen, mert akkor az újszerű volt, érdekes volt, nem éreztem magamon semmilyen elvárást vagy nyomást, inkább ennek a lehetőségei és a kihívás volt, ami inspirált. Úgyhogy igen, kísérleteztem, vártam, próbáltam témákat keresni, a technikában kísérletezni, hogy ebből nekem mi az, ami működik és beválik, mi az, ami nem. De időm volt rá egyébként, akkor a főiskolai tanulmányai mellett csináltam ezt, és igen, szerettem. Aztán pár év után kialakult, hogy na nekem ezek és ezek a témák, amik így önazonosak, amik tetszenek, bizonyos témák pedig nem érdekelnek, azokat elhagytam. Aztán persze lehetett volna több technikát is kipróbálni, valahogy nem vonzottak. Több képedet láttam gyakran, és azt láttam, hogy mintha nem is azonos festő festette volna, a korai képeid, hát úgymond egy kicsit szürrealista stílusban készültek, és akkor utána hirtelen volt egy váltás, hagyományosabbnak vett alkotásaid is készültek, és ahogy látom, most egy harmadik időszakodat éled, amikor újra felhasználod a szürrealista előképeket. Hogy van ez, hogy stílus korszakjaid voltak? Szerintem ez egyébként egy magától jövő és természetes folyamat, hogy az ember, hogyha alkot 10x éve, vagy régebb óta, akkor vannak benne bizonyos váltások, vagy új dolgokat is kipróbál, más dolgokra jobban ráhangolódni. Nekem a kezdeti időszakban valóban a szürrealista stílusú képek így előtérben voltak, vagy így egyszerűen jöttek olyan ihleteim, amelyeket nem tudtam klasszikus keretek között meglazsítani, mert nem olyanok voltak. És aztán egy idő után valamiért jobban ráállt a kezem, vagy a lelkületem a klasszikus stílusa. Tehát egyszerűen jobban megtaláltam benne a szakmai kihívást, a témának a mélységét, mondani valóját a régi korok mestereinek a munkáiban. Mi a kedvenc témaköröd? Hát a kedvenc témakörömre mondjuk azt mondom, hogy két téma. Az egyik az az éjszaka, a másik pedig a zene, a zenélés. És ezeket szoktam leginkább kifejezni. Tehát akkor a kedvenc festményed, hogy valaki éjszaka zenél. Hát valahol igen, tehát hogy igen, próbálom ezt a kettőt kombinálni. Itt most a mellettünk látható vetítésben van is több ilyen kép. Éjszakai, így van. Ahol igen, tehát olyan zenész képek, olyan zenész portrék, amik például itt is egy szürrealista alkotásod látható. Igen, ez most egy szürrealista vonal. Ami, ez is, igen. Ezek saját ötletek. Tehát ezek korai alkotásai. Igen, ezeket ilyen 10-15 éve készítettem, akkor jöttek ilyen ihleteim. Mostanában az elmúlt 5-6-8 évben nem igazán jönnek, most másra van ihletem. Egy képet mennyi idő alatt festesz meg? Ez változó, hogy meddig tart egy kép, mert valamelyiket sikerül földobni egy-két nap alatt is, nyilván ez mérettől is függő, de vannak olyan munkáim, amelyik például 2-3 hónapig tartott, mert nagyobb méret, illetve... Van olyan, hogy visszatérsz rá? Hogy ezt úgy gondolod, hogy az, hát azzal többet, nem? Ez egy folyamat, csak annyira egyszerre nem aktorikus. Festesz többet? Egyszerre csak egyet festesz? Egyszer általában egy képen dolgozom. Jobb, valamiért nem szeretek több mindenbe belekapni, bőven elég az, hogy napközben az ember mondjuk fest, és akkor este a zenekarra próbál, vagy hétvégén, és akkor mellette mondjuk tanítasz, vagy más dolgokkal foglalkozol. Tehát így is több mindenen, több szálon folyik párhuzamosan az életem. Most az, hogy még a állványokon is három kép szárad egyszerre, és akkor ezek is így szinkronba haladjanak, ez nekem úgy nem annyira kényelmes. Egyszerre lehetőleg egy képen dolgozom, De a kép az van, amikor elkészül. 3 nap alatt van, amikor 2 hónap, amire befejezem. És amikor befejezed, akkor utána valahol falra kerül. Általában hol szokott falra kerülni? Gondolom barátaidnak, ismerőseidnek is vannak alkotásaid, de galériákban, vagy esetleg múzeumokban is találhatóak.
A képeim körülbelül kétharmada van magántulajdonban, ami azt jelenti, hogy valamelyiket megvásárolják. Többnyire utólag, de olyan is előfordul, hogy egy kiáltás megnyitó után szólnak, hogy na, akkor azt a képet tegyen félre, mert valakinek kellene. Ajándékba is kerültek képek az évek alatt. Változó. Gyűjteményekben vagy múzeumokban hol találhatóak alkotásaid? Van például magánember is, aki gyűjti a képeimet. Igen. Vannak néhányan. Tehát magángyűjtemény. Igen. Itt természetesen adja magát, hogy Erzsébeten a Gárd Galéria és a Pest Erzsébeti Múzeum tulajdonában is van több tucat képen. Tehát, hogy a legkomolyabb gyűjtemény, úgymond a Fejestót képekből, az természetesen itt van a helyi múzeumban, mivel hogy nagyon sok olyan képen van, amelyik a kerületet ábrázolja, tehát, hogy helytörténeti vonatkozása van. Akár ilyen mai modern képek jellegében, vagy nosztalgikus hangvételű képekben. Például, ami mellettem látható, ez az utcakép. Ez egy furcsa, hogy kerek. Valamiért jött pár éve az ihletem, hogy láttam, hogy olyan reneszánsz képet, ami körbe ment, csak négy évszakot. És egy ovál képet látunk. Igen, ez is egy nagyon jó formátum, ami nekem nagyon tetszik, és akkor ebbe is beletettem ilyen zenész portrékat. Ez valamiért szerintem úgy más arcát mutatja a témának, mint hogyha standard formátum lenne. És láttam egy olyan képet, ami egy reneszánsz korabeli képen, a négy évszak ment körbe egy erdőben. És gondolkodtam, hogy hát ez nagyon jó, hogyha az utcakép témáimat tudnám ötvözni ezzel a formátummal, és akkor született meg egy olyan kép, ahol Pest Erzsébeti városközpont télen, nem tavasszal, de ebbe körforgatott, tehát mindent az ember körbenézne, és ez nekem nagyon tetszett. Aztán, amikor elkészült ez a kép, utána mindjárt gondoltam, hogy akkor ennek kéne egy folytatás, vagy ebből többet, akkor, hogyha azt tavasszal fotóztam, akkor legyen olyan, ami Pest Erzsébetet mutatja nyáron egy másik helyszínnel. Aztán, amikor az is elkészült, akkor legyen mondjuk egy őszi, ez lett az itt mellettem látható kép. Nem tudom, hogy maga az évszaknak az érzete mennyire jön ki rajta, lehet, hogy nem annyira könnyen, de ez nagyon tetszett. Ott kaptam Gellert, hogy a téli képet nem tudom elkészíteni, nem tudom befejezni a sorozatot, mert hogy nincs rendes havazás. Se tavaly télen, sem most nem volt olyan hó, amire azt mutattam volna, hogy kimegyek egy-két fotózni. Csak egy-két nap legfeljebb, igen. Hát igen, tehát hogy most meg vagyok ezzel kicsit lőve. Nagy ebben egy ilyen négy darabos sorozat lett, és ez nekem nagyon tetszik, hogy egy ilyen panoráma képet lehet egy képbe belefoglalni, és valószínűleg, hogyha majd egyszer sikerül a téli képet is megcsinálni, akkor lesz majd ennek folytatása. Szeretnél ilyet alkotni, de mivel töltöd a napjaidat, amíg járvány van, ott gondolom többet tartózkodsz otthon. Így van, próbálom otthonos hasznosát tenni magam. Tavasszal például a házunknak a tetőszigetelését csináltam meg, a tanítás, mert ugye tanár voltam még nyárig, tehát hogy nyilván akkor az online órákkal foglalkoztam meg a ház körül tettem magam hasznossá. A zenekar ügyek intézése, ami még jelen volt nyár óta, most ősszel például a Leveszik zenekaraival foglalkoztam elég sokat. Most az elmúlt hetekben nyilván festettem is, nagyon sokat gyakorolok, illetve a stick hangszeren csináltam nagyon sok felvételt. Az elmúlt fél évem jelentős részben azzal telt, hogy mindig, minden héten valamilyen számot megtanultam, abból készítettem otthon egy felvételt, és a személyes YouTube csatornámat töltöm föl ezeket, tehát oda készítek tartalmakat. Most például ezzel foglalkozom sokat. Ugye ez a koronavírus járvány egyértelműen egy negatív dolog, de azért ennek kell lennie pozitív hozadékának is. Számodra milyen pozitív hozadékot jelentett a járvány, és mi az, amit úgy szeretnél megtartani a járvány utáni időben is? Például az, hogy a hangszeren van több időm gyakorolni, és a gyakorlások után felvételeket készíteni. Ezt már évek óta terveztem, hogy kéne referenciafelvételeket készíteni, mint stick játékos. Ez most ott megvalósulni, és ennek nagyon örülök ilyen szempontból, mert most már így ilyen 16-7 felvétellel már egy
kezd kialakulni egy olyan referencianyagom, amit így akár szakmailag is lehet publikálni, vállalni. Ezt igyekszem fejleszteni. Ez egy nagyon jó dolog egyébként. Ez az egyik. Mellette az, hogy például most nem tanítok nyár óta, és nehezebb munkát találni, ez nyilván nehézség. A zenekarokkal viszont a Level 6-szel próbálunk ugyanúgy aktívan, és mondjuk velük az, hogy ugyan ki kell tolni a koncertdátumot, mert elvileg tavaly novemberben szerettünk volna koncertezni, aztán az átadtuk márciusra, most úgy néz ki, hogy a márciusi dátumot is majd valószínűleg tolni kell. Ez olyan szempontból hátrány, hogy nem tudunk bemutatkozni meg közönség előtt, viszont az, hogy tudjuk magunkat fejleszteni, tudunk gyakorolni, házi felvételket tudunk készíteni, vagy például olyan online koncertet vállalni, ami itt is volt a Chili színpadán egy hónappal ezelőtt, ami referencia felvételnek nekünk egy nagyon nagy elény, és nagyon köszönjük utólag is, hogy ez megtörténhetett. Ez egy jó dolog, ennek örülök, hogy legalább akkor így tudunk videófelvételket készíteni, amelyek megmaradnak hossztával is. És így a beszélgetésünk vége fele, milyen terveid vannak a jövőben, akár a zenével, akár a festészettel kapcsolatosan? A zenében több fronton is vannak terveim. Nyilván az, hogy az ember jelen van a klasszikus zene életben és a szimfonikus zenekarban, ezt szeretném megtartani a jövőben is, mert ez egy nagyon nagy érték, és nekem is nagy élmény, és az, hogy minden koncerten más darabot tudunk elővenni, tehát, hogy mindig megújulás van, nem ismerjük magunkat. Ez egy önmagában egy nagy érték, és egy kihívás. A King Crimson Tribute zenekarra természetesen az, hogy végre lehessen élő közönséget és színpadra állni, erre készülünk, ebbe sok munkánk van, amíg pedig nem, addig pedig házi felvételeket, online videó felvételeket készíteni. Ez egy nagyon nagy kihívás és egy motiváló erő. Hát a Sapiens-szel szintén várunk arra, hogy majd lehessen újra közönség elé állni, addig pedig az új dalainkból, amelyeket még nem publikáltunk, készítünk házi demo felvételeket, tehát hogy ott is van munka. Festészetben pedig nyilván arra várok, mert már több mint egy éve arra van szó róla, hogy itt a Chili falain belül újra legyen önálló kiállításom, ugyanis a csoportos kiállítások mellett én az önálló kiállításaim a többségében itt helyben, helyi közönségnek a Chiliben szoktam tartani. Most már lassan 3 éve van annak, hogy volt utoljára önálló kiállításom, az utolsó a Barabás villában volt, és azóta tervezzük azt, hogy legyen itt a Chiliben is újra anyagom, mert hogy vannak új képek, amiket még nem tudtam bemutatni. Ez mivel a járványhelyzet miatt tolódik, hát akkor az ember fest otthon új képeket nyilván, amiket majd be lehet mutatni, és hát hogyha már élőben nem, akkor legalább ilyen formában meg lehet őket jeleníteni, és lehet hírt adni arról, hogy keletkeznek új festmények, akár pesterzsébeti témájuk, akár más témában is, úgyhogy legalább ezzel így most jelen vagyok, aztán meglátjuk, hogy mikor lesz arra lehetőség, hogy élőben is ezeket bemutassuk. Én remélem, hogy mi hamarabb meg tudjuk csinálni a kiállításodat a Chili Művelődési Központban. Gábor, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Kérjük Önöket, továbbra is kísérjék figyelemmel a www.chili.hu weboldalt és a Chili Facebook oldalát. Köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánunk Önöknek. Viszontlátásra!